program április 6-áig lehet jelentkezni a napközi Erzsébet táborokba. Gála megtartotta műsorát a Paksi II. Rákóczi Ferenc általános iskola. Évadnyitó 3D-s íjász versenynek adott otthont Cseresznyés. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks híradóját látják. Április 6-áig lehet jelentkezni az idei napközi Erzsébet táborokba, amelyeket a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ szervez. Az intézmények idén is pályáznak, hogy megtarthassák a sokszínű programokat kínáló táborokat a Paksi általános iskolás diákoknak. 6 turnust indítanának 2023-ban 300 gyermek részvételével. Képzeljétek el, hogy a kutyusok mit gondoltok, melyik az a testrész, amit a legjobban szeretnek, hogyha simogatják? A hasa, a füle és a háta. Terápiás kutyás foglalkozásokon is részt vettek azok a gyerekek, akik jelentkeztek tavaly a nyári Erzsébet tábor első turnusába Pakson. A tábor részeként a nyáron további színes programok várták a fiatalokat, akik több mint 300-an voltak. Idén lesz a negyedik év, hogy a Csengei Dénes Kulturális Központ és a Paks Kistérségi Szociális Központ közösen megrendezi ezt a programot. Ebben az évben is be tudjuk adni a pályázatot, és bízunk a sikeres pályázásban. A Csengei Dénes Kulturális Központtal együtt nyújtja be intézményünk a Szociális Központ a Erzsébet táborok pályázatot. 6 turnussal tervezünk, és turnusonként 50 gyermek táboroztatásával. Ehhez segítő kollégák is részt vesznek, közel 40 fő dolgozik majd azon, hogy ez a tábor megvalósuljon. Idén is színes programokkal, stranddal, mozival, kirándulással készülnek a szervezők, de lesznek új programelemek is. Próbáljuk megtartani azokat a programelemeket, amiket nagyon élveztek a gyerekek. Egyik kedvenc volt a strandolás vagy a mozizás, mindenképpen tervezünk kirándulást is, és vannak új elemek. Mindenképpen a sport felé is orientálódunk, minden évben tervezzük, hogy egy új sportelemmel, idén a karate lesz, és a kickbox, amivel megismerkedhetnek a gyerekek. A szervezők paksi általános iskolás gyerekek jelentkezését várják április 6-áig. A jelentkezéseket e-mailben lehet elküldeni az erzsébettáborok@paks.gmail.com e-mail címre csütörtökig. A kulturális szervezők április 17-éig zárják le a pályázatot, és utána jeleznek vissza, hogy ki melyik turnusba fért bele. Eddig megközelítőleg 150-en jelentkeztek az Erzsébet táborokba. Új helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban várják a tavasz nyitogatóra érkezőket április 6-án. Az eredetileg az Atomtérre meghirdetett eseményt a várható rossz időjárás miatt helyezte át fedett épületbe a szervező kulturális központ. A programok változatlanok, 16 órától a Kishegyi úti óvoda dolgozóinak báb előadását tekinthetik meg a családok. Az előadást Kalap Jakab koncertje követi. A rendezvény egész ideje alatt népi játszótér, az Atomenergetikai Múzeum kísérletei és a Kincskereső Gyermekkönyvtár jóvoltából kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. A világjárvány miatt több éves kényszer kihagyás után újra megtartotta hagyományos gála műsorát a Paksi II. Rákóczi Ferenc általános iskola. Az eseményt a 7. osztályosok palotás tánca nyitotta meg, és láthatta a közönség a végzősök keringőjét is. A műsorban szinte valamennyi diák fellépett, a néptánc és a sport is helyet kapott a színpadon. Nem csak a naptárnak van piros betűs napja, az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. Antoni Józsefné, a II. Rákóczi Ferenc általános iskola igazgatója köszöntötte március 31-én az iskola gála műsorán résztvevőket a Csengei Dénes Kulturális Központban. A nagyszabású esemény több éves múltra tekint vissza. A hagyomány a kis és nagy közösség életében nagyon fontos dolog. Sajnos az elmúlt években nem tudtuk a gálát megrendezni, ezért most külön örömmel tölt el, hogy újra nagy izgalommal készülhettünk a gálára. A gyerekek már hetek, de mondhatom azt, hogy hónapok óta a gála lázában égnek, ugyanúgy, ahogy a pedagógusok is. A gálának mindig vannak hagyományos elemei, mint a 8-asok keringője, vagy a 7. osztályosok által előadott palotás. Volt
voltak olyan műsorszámok, amikhez önként jelentkeztek gyerekek, akik az iskolán kívül sportolnak, táncolnak, bármilyen művészeti tevékenységet folytatnak, illetve külön érdekesség volt egy kislány, aki a saját versét hozta, hogy szeretné előadni számunkra. Így állt össze. Elsősorban énekes, táncos produkciókkal és főként csoportosan léptek fel a diákok. Több évfolyamot magában foglaló előadásként telt meg a színpad néptáncot járó gyerekekkel. Az egész estés rendezvény végén valamennyi diák együtt énekelt a színpadon. A Rákóczi Iskola gála műsora teljes egészében is megtekinthető lesz majd a Telepaks műsorán. Tojáskoszorút, nyúlformájú virágtartót és papírtyúkot is készíthettek a gyerekek szüleikkel azon a foglalkozáson, amelyet a Paksi Napsugár óvoda Munkácsi utcai tagovodájában tartottak. A kézműves programon az Ökocsiga Közhasznú Egyesület munkatársai is segítettek az alkotásban. A program célja többek között a húsvétra való hangolódás volt. Az intézményben hagyomány a tavaszi és az őszi barkács délután. A programról bővebben is beszámolunk a szerdai híradóban. Évszaktól függetlenül fontos a kullancsok elleni védekezés, hívta fel a figyelmet a híradónk által megkérdezett állatorvos. Dr. Kácsor Alexandra szerint az enyhetél miatt már kevésbé pusztulnak el a vérszívók, amik nagy mennyisége veszélyt jelenthet a házi kedvencekre. Tavasszal megnövekszik a szabadtéri programok aránya, minden erdei túra vagy kirándulás után fontos, hogy ellenőrizzük saját bőrünket is, nincs-e benne kullancs. Rutinos mozdulatokkal vizsgálja a négy lábút dr. Kácsor Alexandra. Az állatorvos alaposan áttekinti Manó testének különböző részeit. A felderítés azért fontos, hogy kiderüljön, van-e kullancs az állatban. Ami a legfontosabb, hogy most már ez a kullancsvédelem, ez nem szezonális. Tehát ezt kell nagyon sok gazdának megértenie, hogy a kullancsok ellen egész évben védekezni kell, mivel nincsenek elég hideg teleink ahhoz, hogy ezek megfagyjanak, elfagyjanak. Úgyhogy nagyon sok, sajnos nagyon sok betegünk van akár télen is, akik kullancsos problémával jönnek ide. Ezt a mozdulatsort minden szabadtéri elfoglaltság után tanácsos megtenni. Ha kullancsot talál valaki a házi kedvencében, azonnal el kell távolítani. Az állatorvos szerint legalább ugyanennyire fontos a vérszívó csípések megelőzése. A legfontosabb védekezés, nagyon sokféle készítmény van a piacon, amit tudnak használni a gazdák. Ilyennek például akár az ilyen illóolajkeverékektől az ultrahangos készülékig cseppek vannak, amit a nyakukra lehet tenni, tabletták, nyakkörvek, tehát hogy nagyon sokféle készítmény van a piacon. Nem csak a négy lábúakra veszélyesek a vérszívók, hanem az emberekre is, ha valaki kullancsot talál magában, azt a lehető leghamarabb ki kell szedni, mondta korábban egy általunk megkérdezett bőrgyógyász. Fontos, hogy figyeljük magunkat, mert ha a csípés helyén 5 cm-nél nagyobb bőrpír keletkezik, az Lyme-kórra utal. Ez az első stádium a Lyme-kórnak, ha valaki nem veszi észre, ha pehje van, tovább halad a fertőzés, és lehet belőle késői szövődmény, ízületi gyulladás, idegrendszeri szövődmények, szívátvezetési zavar, tehát okozhat elég sok kellemetlenséget. A kullancsok a fertőző agyhártyagyulladás kórokozóját is terjeszthetik, ez védőoltással megelőzhető. A szakemberek szerint elővigyázatosságból minden kullancsot fertőzöttnek kell tekinteni. Szabadtéri programot, erdei túrát követően alapos átnézéssel megelőzhető a baj. Országos évadnyitó 3D-s íjászversenyt tartott a Magyar Íjász Szövetség és a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület Cseresznyésben április 1-én. A megmérettetésen 110-en vettek részt, a versenyzők az ország számos pontjáról érkeztek. A paksi sportolók több dobogós helyezést értek el ez alkalommal is. Köszönöm.
Vaddisznó figura is szerepelt a célpontok között cseresznyésben. Április 1-én tartották meg az országos évadnyitó 3D-s íjászversenyt. A Magyar Íjász Szövetség és a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület által szervezett eseményen a juniortól egészen a veterán kategóriáig jelentkeztek a versenyzők az ország számos pontjáról. A 110 sportolónak összesen 28 célállatot kellett eltalálni, a megmérettetés egyben egy minősítő verseny is volt. Az a lényege, hogy az íjászok majd a végén elért pontszámuk alapján minősítést kapnak, első, második, harmadosztályú lövéseket, és ezek a nyilván ezt az országban vagy több helyen, több helyszínen meg kell nekik lőni, és egy bizonyos pontszám fölött, hogyha megszerzik ezeket a minősítéseket, ez fogja majd eldönteni, hogy kikerülhetnek be az idei válogatottba, akik majd nyilván nemzetközi versenyeken szerepelhetnek. A Magyar Íjász Szövetség alelnöke elmondta, több ezer versenyengedélyt adnak ki, de több tízezres tábora van az íjászoknak Magyarországon. Az évadnyitó versenyt követően számos megmérettetés vár a sportolókra. Több nagy nemzetközi versenynek lehetnek részesei a versenyzők. Ebben az évben Európa-bajnokság lesz Romániában. A hazai versenyrendezés között ott lesz a soproni háromdimenziós terepíjász bajnokság. És akkor azon kívül még nyilván a hazai versenyrendszernek a versenyállomásai, úgyhogy hogy van miben versenyezni. Számos dobogós helyezést értek el a paksi sportolók. Többek között első lett veterán férfi kategóriában Vörös István és Gergely Ferenc. Továbbá harmadik helyezést ért el felnőtt férfi kategóriában Kaszás Rihárd. A cseresznyési megmérettetésről és a Paksi Celőke IASZ Sportegyesület tevékenységéről bővebb összefoglalót láthatnak az április 11-i lelátó című magazinban. Kedden késő estétől csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű, az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 fok körül alakul. Szerdán felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok! Viszontlátásra!